ez a könyv ez nagyjából arról szól, hogy a trianoni határ az egyben Paca határ is, tehát Perzsiától... És nagy... neked fáj? Ugyanúgy fáj? Hát, nekem mindjárt elmondom, hogy mi fáj ebből az egész dologba. Van, ami fáj. Tehát, tehát itt a sztori az, hogy Perzsiától Nagyváradig ugyanaz a fehér pacalleves van, minimális különbségekkel, nyilván más fűszerekkel, tehát alapvetően egy fehér, leveses pacalról beszélünk, ami általában savanyú, egy ilyen berántott leves. Na most ez volt egyébként 100 évvel ezelőtt Magyarországon is ez volt, csak mivel ugye a pacal egy máig érthetetlen, kb. 100-150 éves mélyrepülésbe kezdett a 18. század végétől az első világháborúig, ezért ő megúszta Magyarországon az elpörköltösülést, amit semmi nem úszott meg. Ez valamikor a 19. század elején volt, úgy hívják a gasztronómiában, hogy paprika boom, amikor mindenből paprikás lett, és mindenből pörkölt lett, és mindenből gulyás lett, stb. És egy ilyen paprikán sűrű valami lett belőle. Erre szokták azt mondani, hogy szügyig járunk a szabba, a paprikás szabba. Előtte is volt egyébként paprika, de ez a fajta elpörköltösülés, ez a 19. század, vagy a 19. század elején valósult meg. Most nem akarom elmondani, hogy ez honnan lehet úgy nagyjából tudni. Na most azóta ugye az első világháborúban visszakerül a pacal a városi konyhába a húsínség miatt, és abba a szent minutumba el is pörköltösödik. Ahogy minden, ugye azt szoktam mondani, hogy ha megtanulsz csinálni mondjuk egy gombapörköltet, akkor a 3/4 magyar konyhát tudod. Tehát zsír vagy olaj, apróra vágott hagyma, paprika, kész van a pörkölt szav, beledobod, és akkor onnantól kezdve kis variációkkal eljutsz a csirkepaprikásig, a marhalábszár pörköltig, a gulyásig, stb. Na most, ami nekem ebben nagyon fáj, az az, hogy például Magyarországon ezt a régi, ugye, Romániában úgy hívják a csorba de burta, ezt a fehér pacallevest, Törökországban úgy hívják, hogy iskembe csorbaszi, stb. Ezek az egész magyar konyhában nekem a legjobban az fáj, hogy egy ilyen hihetetlen egysíkú dolog. Tehát van egy alapanyag, abból egy dolgot készítünk, slusz. Itt van például a halászlé történet. Tehát, hogy miközben rengetegféle halászlé volt, a balatoni halászlének ezer fajtája. Volt egy Jürge, aki pár évvel ezelőtt még két kötetet írt, csak a dunai és a balatoni halászlének az elkészítési módjairól. De hogy az a nagyon érdekes, hogy valamiért mi esküszünk arra, hogy a mi konyhánk ne legyen sokszínű. Tehát abban a pillanatban, hogyha már két vagy háromféle módon készítünk egy ételt, akkor már ezért begörcsölünk. Ugye volt egy ilyen nagy halászlé vita, hogy a... Most is van. Igen, hogy a magyar gasztronómiának az első egyik fele az azt mondta, hogy már pedig a szegedi halászlevet vagy tiszai halászlevet az ki kell nyírni, mert az nem halászlé és kikérjük magunknak. Szálkás halfőzelék? Halasszálkafőzelék? Vagy csontízű, vagy fémízű csontfőzelék, vagy nem tudom micsoda. Tény az, hogy ugye vannak olyan verziója a halászlének, ugye a szegedi halászlének, ja, és ugye azt mondták, hogy ez azért bűn, mert ezt azért csinálták, ezt a szegedi vendéglősök találták ki azért, hogy a hulladékot és az apró halat is el lehessen adni. Na most akkor itt ér össze a két sztori, a pacal és a halászlé. Na most azt nagyjából tudjuk, hogy a csorba de burta, ugye Magyarországon alapvetően marhagyomorból készül, a marhának is 4 gyomra van, messzire vezet ez a téma, de hogy alapvetően marhagyomorból készül a pacal. Most a csorba de burta eredetileg birkagyomorból készül, és ott van az analógia a halászlével, hogy mi marad egy birkapásztornál, egy juhásznál. Miután beszolgáltatta a földesúrnak az összes értékes cuccot. Vagy miután eladta. Tehát konkrétan lehet, hogy mondjuk az övé. Tehát eladja a juhot, a birkát, és akkor mi marad nála? A gyomor, a csont, és az a
savó, ami a sajtból kicsöpög. Na most ez a három alapvető összetevője a csorba, de burtának. Tehát főzünk egy levest, amiben benne van a gyomor, amit aztán, amikor már puha a gyomor, akkor fölcsíkozunk, és hogy legyen íz ennek a levesnek, a leves ez mi kell? Csont. Akkor csontot szépen nézel, a birkacsontot belefőzzük, és onnantól kezdve már, hogyha kéznél van egy kis zöldség, akkor a végén bezöldségeljük, egyébként azt is kivesszük a végén. Fokhagyma. És különböző zöld fűszerek. Ugye az első számú fűszer az Erdélyben az a csombor. Egy csombor nélkül nem elképzelhető, de mondjuk nem csak a csorba, de burta, de mondjuk egy micsó, vagy egy töltött káposzta sem nagyon elképzelhető. Na most ez az analógiája egyébként a szegedi halászlének is, hogy mit csinál a halász, amikor eladta a halat. Ugye ott van kint a Tiszaparton, megfogta a halat, és szépen jönnek a szolgálók, meg a piacos emberek, viszik házakhoz, viszik a piacra, stb. Ugye megpucolja, levágja a fejét, levágja az uszonyait, kibelezi, stb. A kis halakat ugye nem tudja eladni, mert az nincs értéke. Most minden, ami ebből marad, abból készül egy alaplé. Most ez ugye el lehet túlozni, hogy annyira szétfőzi az alaplevet, és utána ezen a szűrőn keresztül, hogy még a szétfőtt csontot is át, ugye ezt lehet eltúlozni. Ugye az én anyám az ugye szentesi volt, és ő szegedi halászlevet csinált. Gyakorlatilag ez egy alaplé készítése volt. Az alaplé az ugye nem egy ördögtől való dolog a gasztronómiában, számtalan. A világgasztronómia számos nagy levese készül alaplével. Most itt tulajdonképpen egy halalaplét készül, amivel aztán az, hogy a Váncsa, ugye amikor válaszolt ezeknek, akik le akarták írni a szegedi halászlevet, hogy hát tulajdonképpen a legvégső stádiuma is ennek mondjuk az, hogy nincs ezzel semmi baj, mondjuk lehet, hogy akkor nem halászlének, hanem halkrémlevesnek kellett nevezni, mert tényleg egy nagyon sűrű, krémes lé jön létre ilyenkor. Tehát én nekem az egészben az fáj, hogy miért kell mindent kiirtani, és miért mindig csak egyfajta jó megoldás. Tehát, hogy ez miért egy ilyen magyar hozzáállás, hogy egyfajta dolgot. Egy dologból egyfajta dolgot kell csinálni, már pedig a rántott hús az ilyen, és a rántott húst az ebből kell. És ez egyébként a gasztronómiai, hogyha bemész egy kocsmába és elkezdesz gasztronómiáról beszélgetni, akkor előbb-utóbb ezzel a mentalitással találkozol, hogy már pedig a lecsóba fokhagymát teszünk, vagy már pedig a lecsóba nem teszünk, mert az nem lecsó. Tehát, hogy miért nem lehet... Olvastam egyetlen mondat, most képzeld el, hogy mondjuk az olasz gasztronómia csak a Váncsának az Itália szakácskönyvében olyan 20 és 30 közötti pacar recept van. Tehát gyakorlatilag majdnem kis túlzással, majdnem városról, vagy tartományról tartományra változik a pacalnak a receptje. Ez, vannak kisebb és nagyobb változások, tehát mondjuk egy milánói és egy firenzei pacal között az a különbség, hogy az egyikben van egy úgynevezett borlotti bab, ez a milánói, a Trippala Milanese, a Trippala Fiorentinában nincs ez a bab, de gyakorlatilag majdnem ugyanaz, egy ilyen paradicsomos, zsályás egytálétel, amire aztán parmezán sajtot szórnak. Most a római pacal az ezzel szemben ég és föl, tehát ott egészen más a fűszer, ott mentál fűszer, szinte nincsen szaftja, hanem egy ilyen meleg salátára hasonlít, és már pecorino romano a sajt, amit rászórnak, stb. És senki nem mondja azt, hogy az egyik ördögtől való, és ki kellene írtani. Hát pont ettől szép egyébként a gasztronómia, meg az élet, meg a világ, meg minden, hogy különbözőképpen készítünk dolgokat. Tehát én ettem nagyon jó. Nagyon ortodox megközelítés. Hogy virágozzék minden világ. Virágozzék minden pacal például. Tehát én annak a híve vagyok, hogy én nekem például Magyarországon nagyon hiányzik a sokszínűsége, például a pacalnak is. Itt például ugye a könyvnek a középső része az 77 recept, ugye van egy történeti első rész, egy irodalmi utolsó rész, harmadik rész, és a kettő között van 77 recept, ami elindul a 16. századtól,
gyakorlatilag máig a legkülönbözőbb elkészítési módok jelennek meg. Erről a könyvről beszélünk, bocsánat. Tehát például a magyar konyhának a reformja, vagy a forradalma, vagy a gasztroforradalom, ugye egyetértünk azzal a jelszóval, hogy hagyomány és evolúció. Én azt láttam, hogy az evolúció az megvalósul, a hagyomány az gyakorlatilag el van felejtve. Pedig rengeteg ötlet jöhetne abból, hogy hogyan készítették ezt régen, ezt a fogást. De akkor most visszakérdezek. De várjál, mert maradjuk a kajába, hogy olvastam tőled egy novellát nemrég. Mi arról szól, hogy a Balatonnál összevitatkozik, összeszólalkozik, majd egyre ingerültebb vitát folytat egymással két ember, a tiszai versus dunai, vagy bajai versus szegedi halászléről. Ez maga a novella magva, és a zárlat az az, hogy és közben zabálják a hekket. Tehát... Hát igen, tehát ilyen a magyar gasztronómia, tehát hogy tényleg erről van szó, hogy miközben arról vitatkozunk, hogy akkor ez a tiszai, vagy ez a dunai, és tényleg egymás szemét ki tudjuk kaparni ezen, hogy hogyan készül az igazi lecsó, hogyan készül az igazi, tehát ezek a régi ős magyar ételek, mint a lecsó, ugye a lecsó annyira ős magyar, hogy ez a szó, hogy lecsó, ez nincs 100 éves, maga a szóról beszélek. Nagyon érdekes, hogy az egyik első említése az Emma asszonynak, aki ugye Ignótusz és a Nyugat előtt a hétnél gasztronómiai rovatot szerkesztett. Ott a lecsó még úgy szerepel, hogy omácska, ugye egy tót, egy szlovák neve van, ugye azt jelenti az omácska, hogy főzelék, és azt írja, hogy alkalmas, mint rácétel. Magyarul vacaknak is hívják, és még nem egy önálló étenként szerepel, hanem egy ilyen köret előétel, nem tudom, tehát egy ilyen kis vacakként. Na most, miközben összevitatkozunk azon, hogy lehet-e fokhagymát tenni ez nekem egy személyes élményem, hogy hajnal 2-kor egy barátommal a körúton álltunk, és üvöltöttünk egymást, hogy lehet-e a lecsóba tenni fokhagymát, vagy nem. Közben ugye nézzük szét, tehát itt végigmennénk egyébként a körúton, nem találnánk egyet se jó, se rossz töltött káposztát, se jó, se rossz lecsót, se jó, se rossz pacalt, vagy halászlevet, hanem ugye tele van ezzel, ugye ezt nem akarom szimplán magyar ügynek leírni, mert ugye ez a gasztroglobalizációnak a velejárója, tehát Krakkóban például ugyanez van, hogy török-kínai és pizza és nem tudom, egyébként nagy bajom nem is lenne egy igazi pizzával, vagy egy igazi török kajádával, ahol például ugye egy rendes pacallevest is lehetne kapni. Tehát, hogy tényleg ezt látom, nem esznek magyar töltött káposztát. Miközben ülünk a Balatoni strandon, és arról beszélünk, hogy bűne a dunai vagy a tiszai halászlét így vagy úgy készíteni, közben eszik ezt a hek nevű szörnyedelmet. Nagyon szeretem a hek. Aminek egyébként még, tehát akinek még senki nem látta a fejét például. Én kurvára... Nagyon félem. Én megnéztem a Wikipédián, annál rondább hal nincs. Mert ugye ez a világnak különböző részein, Dél-Afrikától, Dél-Amerikáig, mindenhol, ugye most lassan már el fog fogyni állítólag, mert kihalázták ezt a halat. Ami ugye megint egy, már maga a név is, nagyon érdekes egyébként a gasztronómiának az ilyen nyelvészeti, etimológiai megközelítése, amivel nagyon sok adósságunk van. Ez a hek, ugye azt le is írtam, már nem teljesen emlékszem, de valami, ugye az ételnek, vagy a halnak az angol nevéből valamilyen rossz átvétellel alakult ki, tehát ez így, hogy hek, ez az égvilágon semmit nem jelent. Ők ez nagyon nehéz egy tengertelen népnek, ugye a tengeri hal neve gyakorlatilag nincs. Tehát ott van például ugye az a hal, amit leggyakrabban esznek Olaszországban, Horvátországban, ez a brancsa, branzino, stb. Amit hát még a legpontosabb fordítások is azt hiszem, hogy tengeri sükérnek, vagy nem tudom mit, tehát ezek ilyen tengeri hal. Igen, tehát ilyen tengeri halnak van izé, és hát szóval ez borzasztó, tehát ugye a fogas az izé, tehát a fogas az egy hazugság, tehát a fogas már nincsen a Balatonban.
És garda sincsen nagyon. Igen, tehát ugye ez, most ne menjünk ebbe bele, de ugye ez az angol nap betelepítéssel is összefüggő. Tehát én ezt egy nagyon nagy hibának látom, hogy nagyon-nagyon egy síkon gondolkozunk a konyháról, elfelejtjük a tradíciókat, elfelejtjük a hagyományt, és csak egyféleképpen tudunk egyfajta ételről gondolkodni, és ami a miénk, arra az egyetlen létező dolog, és mindegyik más az egy büntetendő, ördögtől való verzió. Én azt szeretném, hogyha Magyarországon lenne 25 féle pacal, és különböző verziók, és ez lenne tulajdonképpen a gasztroforradalomnak a helyes iránya. És ugye itt én nekem ennél a könyvnél az volt a célom, mondjuk a receptes résznél, hogy a múltból lehet példákat venni. És ez igaz a gasztronómiára is. Tehát, hogyha kinyitod, akkor itt akkor egészen más. Tehát ugye az első pacalok azok egy erdélyi fejedelmi szakácskönyvből valók. Tehát pontosan azt akarom bebizonyítani, hogy úgy, ahogy a mediterrán konyhában ez mindig is egy megbecsült étel volt, és soha nem volt mélyrepülése igazából. Tehát, hogyha megnézed a Szatirikonban már egy nagy lakomának gyakorlatilag a zárásaként van a pacal, Apiciusnál több pacal recept is van. Ugye Portónál, Milánónál, Normandiánál, Madridnál a város jelképe az a pacal, amit ott adnak, egy Cayosala madrilénye, vagy egy normandiai pacal, stb. Tehát, hogy ezek nem egymás ellen harcolnak, hanem ezekből minél több, és ugye nem egyféle volt a pacal. Tehát ez a pacal pörkölt, konkrétan először szakácskönyvben 1935-ben található meg, az azért nem volt olyan nagyon régen, és először, amit találtam, mondjuk 5-6 évet foglalkoztam ezzel a témával, először egy tanácsköztársaság alatti népszavában szerepel a pacal pörkölt kifejezés, amikor egymás mellé helyeződik a kettő, egy panaszlevél érkezik, hogy a Gambrinus vendéglő, kedves elvtársak, fölháborító, ami a Gambrinus vendéglő szakács és pincér elvtársai művelnek, ott van az étlapon a becsinált pacal, hát ez gyakorlatilag a csorba de burta, minden valószínűség szerint a fehér pacalleves, és pörkölt pacal volt az étlapon. Pörkölt pacal elfogyott, a másik ehetetlen volt, és kénytelen voltam tésztát enni. Ez az első említése, tehát ez még száz éve sincsen. Tehát miközben olyan régi magyar ételek vannak, mint például a kolozsvári káposzta, ami az 1695-ös első magyar nyomtatott szakácskönyv, ami Kolozsváron jelent meg a Misztótfalusinál, az a káposzta kolozsvári módonnal indul, és nagyon hasonlít arra a kolozsvári káposztára, amit később ugye Dériné az emlékirataiba leír. Igaz, már nem nagyon hasonlít arra a kolozsvári káposztára, amit Várzála Kluzs néven mondjuk Kolozsváron eszel most, de hát azért van valamiféle összefüggés. De most szerintem most már eleget pofáztam. De még van egy érdekes, hogy ugye, hát mégiscsak van ez a határ, és nekem a túloldalon élő barátaim nem ettek pacalpörköltet. Tudni tudják, hogy van az, amit Magyarországon esznek, már aki igen, pacalpörkölt, a színe piros, vagy barna, vagy bordó, vagy akármi, paprikás és pörkölt. És itt pedig nem ismerik a pacallevest, ami nyilván fehér, sárga. Hát hogyha ezt a 30-as vagy 20-as években, vagy ugye a tanácsköztársaság idején említették először, és akkor még egy cikkbe szerepelhetett a kettő. Hogy történt az, hogy ez ilyen szinten ketté vált? Tehát én vittem pacal konzervet egy barátomnak Kolozsvárra, két éven nem merte kimondani. Nem tudja, mi az, hogy mit kell vele csinálni. Ez egy külön könyv, tehát az erdélyi konyha az egy teljesen, mint ahogy az egész erdélyi történelem egy különálló valami, amit igazából nem lehet Magyarországból levezetni. Ugye a történelem folyamán nagyon sokszor, ugye mindig ezt a példát szoktuk felhozni, hogy ugye még a 12 pontban benne van, hogy Unió Erdélye. Tehát, hogy nagyon sokszor ez egy külön létező volt, most is külön létező, és ugye a gasztronómiában is abszolút látszik az erdélyi konyhán, hogy lezár bizonyos dolgokat. Tehát például a paprika,
az amikor fölrobbant a paprika boom, akkor nem ment át az erdélyi konyhába. Magyarország, ugye nek voltak a paprika boomnak voltak jó oldalai is, például az, hogy egy nagyon karakteres magyar konyha lett, amit azért a világon be tudtak lőni a mai napig. Tehát azt mondják, hogy paprikás csirke, meg gulás, meg stb., akkor azt tudják, hogy ez egy magyar dolog, ez a paprikás konyha. De ennek az volt az ára, hogy gyakorlatilag például minden leegyszerűsödött, nagyon sok minden kiirtódott, például a zöld fűszerek, tehát ez a hihetetlenül gazdag fűszerkultúra, ami volt előtte Magyarországon, és ez látszik is a régi szakácskönyveken, az például Magyarországon ugye, hát ennek sok oka van, például ugye a 45 után bekövetkező a tömegétkeztetés, gasztronómia helyett, hát azért a lényeg az mégiscsak az, hogy a sóbors paprika szent háromságára egyszerűsödött, és az erdélyi konyhában sokkal tovább fönnmaradt ez a csombor, tárkony, kapor, stb. Amiket már nagyon nem is tudjuk, hogy micsoda. Volt egy nagyon fontos szereplője a magyar és a világ gasztronómiának, akit, és ez nagyon jellemző a magyarra és a magyar gasztronómiára, hogy a magyar gasztronómiának van egy Puskása, vagy Bartókja, vagy Kordája, akit gyakorlatilag nem ismerünk. Őt úgy hívták, hogy Kövi Pál. Ez a Kövi Pál, ez egy balassagyarmati srác volt, aki amikor 40-től 44-ig Erdély újra Magyarországhoz tartozott, akkor ő oda kikerült egyetemistaként. És valami agrár szakra járt, majd ugye 44-ben elhagyta Erdélyt az ismert okok miatt, és visszaköltözött Balassagyarmatra, aztán felkerült Pestre, belépett a kisgazdapártba, és a kisgazdapártba ő dolgozta ki a földreformot, de aztán egy idő után látta, hogy ez most rossz vele megy ez a dolog, és nem fogják szeretni ezeket a kisgazdákat a földreformjukkal együtt, és először lelétszett Olaszországba, és ott az AS Rómába és a, hát most nem tudom, egy kisebb csapatba is focizott, és csinált egy, azt hiszem az volt a neve, hogy Piccola Italia, egy Rómába egy magyar vendéglőt. Majd az edzőjének a lányával lelétszett Amerikába, és Amerikában még akkor nem volt gasztroforradalom, ő elvégezte a különböző ilyen vendéglátós egyetemeket, és egy másik magyarral, egy erdélyi zsidóval megcsinálták. Gyakorlatilag az erdély, vagy az amerikai gasztroforradalomnak a legnagyobb nyitányát, úttörők voltak. Ez a Four Seasons volt New Yorkban, és ugye ez már azt hiszem, hogy a 60-as évek közepén nyílt, és ez a 60-as, 70-es évek gyakorlatilag a legnagyobb szám volt New Yorkban, tehát politikusok, művészek, tehát a Woody Allen filmben is volt említve valami. Az biztos, mert például megjelent egy szakácskönyv, ami az Országos Széchenyi Könyvtárban is elérhető, egy New Yorki angol nyelvű könyv, akkor éppen svájci volt a séfük, és benne vannak az ételek, és mellette sztárok és politikusok és pénzemberek kézírással odaírták, hogy ez a legjobb kacsa, Travolta, imádok idejönni, Meryl Streep, nem tudom, jó a bélszín, Rothschild, stb. Tehát a Kennedy-től a nem tudom ki, tehát ez tényleg, és egy óriási Picasso kép volt, ahogy bementél, ez egy híres felhőkarcolónak az aljában működött, még most is működik, de hát már nyilván elvesztette azt a jelentőségét, gasztronómiai jelentőségét. Tehát ott történt meg tulajdonképpen az amerikai gasztroforradalom, és a Kövi, és a, most nem jut eszembe, a Paul Margitai. A Paul Margitai volt, a ketten csinálták meg, ők egyébként a borforradalomban is nagyon fontos szerepük volt, ez az egész francia borkultúrát ők kezdték el ott favorizálni, ugye ennek hatására lett ez a kaliforniai borkultúra, stb. És sikerei csúcsán ez a Paul Kövi, aki egy palóc fiú volt, és egyszer csak bekattant neki ott Woody Allen és Kennedy-nél között, hogy de azért itt mégiscsak a legfontosabb gasztronómia mi ez az erdélyi. Mert hogy ott annyiféle kultúra és vallás és nem tudom mi záródott be gyakorlatilag egy dunsztos üvegbe, ugye a magyar, a székely, a román,
a szombatos, a zsidó, száz, stb. És egyszer csak eszébe jutott, hogy, hogy hát ott egy nagyon kemény, kemény nyomor és egy kemény diktatúra volt, hogy ő elkezd erre felé járkálni, fölül a repülőre, és összegyűjti ezeket a recepteket, ami gyakorlatilag éheztek azon a részen, konkrétan kaja se volt, de hát ő szépen leszállt, vagy elment Marosvásárra, meg Kolozsvárra, ott helyi értelmiségiek elvitték a levéltárba, meg a könyvtárba, de a különböző erdélyi vidékeknek a parasztnéniaihez is, és ő összegyűjtött egy könyvet, aminek az volt a címe, hogy, hogy Erdélyi lakoma. És egyébként úgy engedték meg neki a gyűjtést, hogy, hogy különböző ilyen elektronikai cikkeket vitt. És azzal kenyerezte le a pártfunkcikat, hogy kismagnót, meg hajszárítót, meg pirítós sütőt, meg nem tudom miket vitt, amik akkor ott óriási értéknek számítottak. És akkor szépen ezt összegyűjtötte, ez az egész ügy. Minden háztartásból ott lehetett ez a könyv 80-as években, én is emlékszem a grafikájára. Az az érdekes, hogy a Ceausescu azt mondta, hogy engedélyt ad végül, mert már annyira belefolytak a párt vezetők ebbe a bizniszbe, de az volt a kikötés, hogy ez csak Bukarestben jelenhet meg. Tehát azt hiszem, hogy 79-ben vagy... Így van, és Kriterion. A Kriterionnál jelent meg 80-ban, a második kiadás New Yorkban jelent meg pár évvel később angolul, és csak 10 évvel később azt hiszem, a 90-ben jelenhetett meg magyarul Magyarországon, azt hiszem, hogy a Corvinánál jelent meg. Ez, ráadásul ugye ennek még egy értéke van, hogy nem egy egyszerű recept, az is egy fantasztikus teljesítmény lett volna, hogy ezt a sokszínű, ez körülbelül az Emma asszony monarchiás fúziós konyhájával egyenértékű lett volna, ha csak a recepteket gyűjti össze, de ő az erdélyi értelmiség, legyen az magyar vagy román, különböző íróktól, néprajzosoktól kért cikkeket, így aztán ez egy irodalmi szakácskönyv, ahol különböző esszék és novellák váltják egymást receptekkel. Tulajdonképpen az utolsó pillanatban gyűjtötte ők ezeket a recepteket össze, amikor éppen már ugye eladták, vagy éppen adták el a szászokat. Tehát ez a konyha tulajdonképpen már nincsen meg, vagy csak nagyon-nagyon nyomokban van meg Erdélyben. Az utolsó pillanatban sikerült ezt neki összeszednie, és egy csomó jó irodalmi betéttel. Ez egy fantasztikus könyv. Én nagyon régóta tervezem, hogy egy ilyen reloadot kellene ennek csinálni, hogy fölkérni olyan irodalmárokat, írókat, kritikusokat, irodalomtörténészeket, gasztronómiai írókat, hogy adjanak még receptet, vagy ha nem is receptet, akkor írják le az ő élményeiket, ugye, ami 80 óta történt ebbe a gasztronómiába. És ez egy fantasztikus könyv, és tehát tulajdonképpen Amerika egyik legnagyobb gasztronómusáról beszélünk, és mégse ismeri senki. Tehát ez pontosan ugyanolyan, mintha mi most nem ismernénk a fociba a Puskást, de egyébként ez nem meglepő, mert ugye a gasztronómiában nem nagyon ismerünk senkit. Tehát a magyar gasztronómia Arany János az egy Rézi néni nevű csaj, akit ugyanúgy nem ismerünk, de azt hiszem, hogy most egy kicsit te is beszélhetsz. Úgy tudom, hogy neked nem régen megjelent egy verses kötetet. Tavaly ilyenkor. És az a cím, hogy Szálinger Balázs, 360 fok. Na félig mindig ez a cím. Ja nem, a Szálinger Balázs, az nem. A 360, miért 360 fok? Ezt már nagyon régen megszerettem volna kérdezni. Miért nem tetted meg eddig? Új kérdést kérsz? Bandi, van egy ilyen, lehet. Mikor és miért kezdtél leírni? Verseket. Úgy általában. Szerintem óvodás voltam, amikor az első 4 soros verset megírtam valami holdról, hogy megy le a hold, vagy jön fel, vagy valami ilyesmi. Nem tudom miért. Tudtál óvodás korodban írni? 5 éves koromtól kezdve írni, olvasni, igen, Bandi. Fantasztikus. Én 12 éves koromban tanultam meg olvasni, ez nekem azért nagyon furcsa. De vagy magas labdát. És miért 360 fok? Van egy ilyen című vers, és ez a címadó vers. Felolvasod nekünk ezt a verset? Az nem biztos, hogy egy nagyon felhasználó barát költemény, de ha gondolod, felolvasom. Én nagyon, nagyon szeretném, hogyha felolvasnád. De igazából azt szeretném, hogyha mindenki jól érezné magát, hogy olvasd fel azt a verset, nem igaz? Olvasd fel azt a verset, ami szerinted
ami jól esne neked. Mondjuk ez így elég rossz lehet, hogy egy csomó olyan vers van a könyvben, amit nem szívesen olvasom föl. Ez egy ilyen felhívított kötet? Tehát a rossz versek is benne vannak? Fie, ami otthon volt, azt beleraktam. És mégis ilyen vékonyka lett? Ezért lett vékony. Ráadásul nem csak vékonyka, hanem ilyen kis alakú is, mint egy... Én először azt hittem, hogy ez a magvetőnek az új notesze egyébként. De azt rájöttem, hogy nincs benne 365 oldal. Lehet beleírni, igen. Hát nem tudom, Banni, hát most... A műfajt váltott az irodalmi est? Jó, mert akkor álljunk bele. Olvassak fel egy verset. Jó, igen. Addig öntök neked vizet, jó? Jó, köszönöm. Igen, az a... Nem, egy másikat. Hát ott zavarba tudod hozni a... De ez tényleg nehéz lehet, tehát hogy tényleg így keresni kell benne a jó verseket. Amikor Minecraft-hez a medence szélén van, akkor ne kezdjél el beszélni vele, tehát hogy tényleg, hogy kiadok egy novellás kötetet, és akkor ez se, inkább ez se, most akkor ez se, már a címadó ízét se lehet felolvasni, az is szar. Pedig levelem megismernéd. Igen, tehát hogy... Na, az a címe, hogy 20. fák nyara. Furcsa nyár volt. Erdők képében lefolyt előttünk egész Germánia. Ilyet vizek kapaszkodtak a fákban, egymás apró cseppkezét szorították, halott hajótestekbe zárva tették meg az utat a tengerig. Volt egyszer egy piros híd, gyönyörű, s a helyére fölépült egy fehér. Békeidő volt, talán túlságosan is hihető, és elbúrjánzott, és tessék, a híd főnél állva lett végignézve látva a szörnyűség. Bajoslatú nyár volt. Korszakhatár előtti rohadt esős idő. A bárokba csupa rossz nevet viselő zenekar kapott meghívást. S a mozikban, mint ilyenkor rendesen, tartás nélkül tenyészett az űrfilm. Akár egy zsák, ami kifordul és kiömlik a saját száján, a Dunán fekete erdőnyi volt az 20. fa. Okos dolmányos varjú őrnagyok vigyáztak ott, s a tátott szája álló, elmaradó népekre néztek néha. Köszönöm szépen. Én miközben a pacarról beszéltél áhítattal, rájöttem egy nagyon fontos dologra. Ennyi után. De ez egy nagyon fontos dolog, és szerintem ezt szemléltetni is tudom. Tehát ha miközben mondod a pacart, ha én ezt így megfordítom, tökéletesen kupán tudnának csapni közben. És szerintem ez annyira váratlan lenne, hogy kifejezetten emlékezetes estét tudnánk ezzel csinálni Jankula óra után másfél órával. Hát igen, de azért zárókodó lenne, tehát hogy van benned egy ilyen tű a saját verses köteted miatt, és miért pont rajta vezeted ezt le, tehát hogy én értem azt, hogy van benned egy keserűség, de hát tudod, hogy én a barátod vagyok. Hát mit kaptunk? Nem is kell ellenség. Nagyon szépen köszönjük. Kaptam alkoholt. Hát... Ez édes, 15%-os. Lehet, hogy unalmasok vagyunk, nem? Tehát egy kis alkohollal próbálja a szervező földobni a mai estét. Lehet, hogy lesz cicaharc, nem tudom. Szerintem olvas fel valami pacalosat. Gyere, kocincsok előtt. Jó. Bocsánat ezekért a közjátékokért. Ezeket eszméletlen sokat gyakoroljuk, hogy spontánnak tűnjön. Gyakorlatilag mi lassan 6 éve egy házasságban élünk, és ugye a Hévíz című lapot szerkesztjük együtt, ő a főszerkesztő, én pedig a szerkesztő, én a prózákat szerkesztem, ő pedig a verseket. És a távozó Fehér Renátó munkatárs. Most akartuk bevonni a gyakorlatilag az új munkatársunkat, de megfutamodik a szerepési lehetőségtől. Megfocizni. Jó, most hát lehet nyugodtan beszélgetni végre. Jó, hát nem tudom, meddig kell beszélgetnünk? Egy órás a műsor? Addig jól esik. Ne, hát jól esik, tök jól el vagyunk. Mikor kezdtünk? De az a probléma, ha most a közönség, akik nem mi hoztunk, ha mondjuk egy ember föláll és elmegy, ez olyan, mintha 25% azonnal eltávozna. Nagyon ijesztő, úgyhogy most próbálunk magukra, rátok vigyázni, ahogy lehet.
Hogy csináljuk? Jó, hát akkor olvasok egy pici részt. Tulajdonképpen ugye az első része ennek a könyvnek, a Pacal könyvnek, az a Pacal története az első írásos nyomoktól, ami ugye az 1500-as évektől lehet nyomon követni, és egészen napjainkig ugye egy történeti bevezető rész van, ez 120-150 oldal, utána jönnek a receptek, és utána az irodalmi rész, ahol gyakorlatilag a Szatirikontól Rablén keresztül egészen mondjuk Becher Ivánon és Garaciig eljutunk. De nagyon sokat olvasol és sokrétű a műveltséged? Abszolút nem. Nem. Egy ilyen nagyon kiterjedt gasztronómiai műveltségem van. Ezért nem írok verseket, mert hogy ez egy speciális tudás. Mindenkinek mondjuk egyébként, hogy erről a gasztronómiai tudásról, ami lehet elmélet, empirikus tudást tart Cserna Szabó András minden Hévíz folyóirat lapszám bemutatóján, ami olyan két havonta van, szerintem október első napjaiban lehet a következő. A folyóirat Facebook oldalán lehet nézni. Ott mindig van egy nagy fazék, nagy kondér, nagy bogrács, és igen, és Bandi főz. Na, hát tulajdonképpen ugye eljutottunk addig a részig itt a könyvbe, hogy a Pacal pörkölt megszületik a tanácsköztársaság alatt, és ugye azt írom, hogy a betleni konszolidáció gyakorlatilag lehetne Pacal konszolidáció is a gulyás kommunizmus elnevezés mintájára, ugyanis hát nagyon-nagyon gyorsan népszerűvé válik, és akkor itt vannak különböző részek, hogy például Móri Zsigmondnak vagy Jávor Pálnak is a kedvenc étele lesz a Pacal pörkölt, ez különböző emlékiratokból derül ki, de most akkor ugrunk egy nagyot, és már a kommunizmusban vagyunk, 1948-ban. Komcsi Pacal, Kádár Pacal. 1948-ban Rákosi Mátyást választja a Magyar Dolgozók Pártja főtitkárának, ugyanakkor Pacal konzerv hirdetések jelennek meg a sajtóban. Kiránduláshoz is megfelelő. Pacal konzerv ízletes, kb. 1/4 kiló, 2,90. 49-ben már Pacal sztahanovisták is léteznek. Ez az én szűröm, mutatja Varga elvtárs. Azelőtt a túlfolyóban apró pacal darabok is elfolytak. A szűrő felfogja ezeket. Legutóbb egy mosóból 45 kg pacal maradt fenn. Varga elvtárs fia, ifjabb Varga János is élmunkás. Ugyanaz év őszén Budán Hamvas Béla szokása szerint nem adja meg magát a korszellemnek, és még mindig, mint a tisztátalanság és a bűn szimbólumát használja a pacal motívumot. Nem lehet pacalt enni és ugyanakkor tisztán élni, írja a Szilenciumban. Hamvas kéziratait persze nem olvassák a traktorosok, ezért aztán igen elégedettek a pacal készétellel 1954-ben. Az elmúlt évek során közkedvelté vált nálunk a készétel. A háziasszonyok mellé az idén új vásárlóközönség csatlakozott, az állami gazdaságok. Az állami gazdaságokban dolgozó traktorosok, akik a központtól távol eső földeken szántanak, pompás ebédet készítenek maguknak a felmelegített húsos készételekből. A zsíros lecsó, sóletbab, szív és pacal pörkölt, stb. Készétel minősége jó, írja az újság. Még elégedettebbek csak akkor lennének nevezett traktorosok, ha Puskásék megnyernék a világbajnoki döntőt a pacallábú nyugatnémetek ellen. 1955-re lanyhul a munkafegyelem, bizonyos dolgozók húzóckodnak bizonyos munkáktól. A Dunántúli Napló jegyzi fel. A húsipari üzemekben fáradtságos munka a pacaltisztítás, és ettől húzóckodnak is a dolgozók. Ezt a munkát az egész országban kézzel végezték idáig. A Szofiánál gépgyár dolgozói segítségükre siettek a húsüzemieknek. Már elkészült a pacal tisztítógépek prototípusa, melyet kiválóan alkalmaznak a pécsi húsipari vállalatnál. A gép 3-4 ember nehéz fáradtságos munkáját végzi el. 1956-ban már érződik a pacal konzerv hazai megítélésén is a revolúció előszele, a Népszava például kritizálja a készételeket. A zöldborsós rizsben héjas a borsó. A pacal pörkölt kis és sós.
A lecsóban sok a paradicsom, de azért ízletes. Megy a bomlasztás, a destrukció, lázadnak a szívek. Aztán egy nép azt mondta, elég volt. A forradalom kitör, aztán gyorsan elbukik, és jönnek a megtorlások. Vannak, akik elhagyják az országot, vannak, akiket kivégeznek, vannak, akiket börtönbe zárnak. Sajnálatos módon Rács mögé kerül Marián István forradalmár is, Bibó István cellatársa lesz, aki a rendszerváltás után egy interjúban számol be arról, hogy Kádár börtönszakácsai igen gyatrán készítették a pacart, ellentétben a lóhúslevessel. Hát, nagyon büdös volt a pacal. Én nem tudom, honnan produkálták, de, és ezt túlzás nélkül mondhatom, volt úgy, hogy az orrunkat el kellett födni, hogy fölé hajolva ne forduljon ki a gyomrunk, legyen erőnk lenyelni. Érdekes, hogy a csehszlovák kommunisták börtönkosztja is gyakran pacal volt. Ezt Havel magyar szakácsnőjétől, a csallóközi származású Kossikné kertész Iréntől, Csiritől tudjuk, akinek az elnök azt mondta, mindent főzhet, csak pacalt, lencsét és csőtésztát nem, mert állandóan ezekkel etették a börtönben. Így jegyeznék meg azt is, hogy Szabó Edina, a Magyar Börtönszleng szótára című munkája 2008 szerint a börtönben a pacal szó kövér embert jelöl. Nagy Imrék már a föld alatt, a forradalmár a börtönben, ám künn a Rácsok túloldalán feltűnik a mély hűtött pacal. Nem déli báb, valóság. Erről 1959-ben Csurka Péter egyik tárca novellájának csattanója tudósít. És a sor végén fészkelődő Lujza néni szemmel tüzétől olvadni kezd a Mirelit pacal. 1960-ban Budapest belvárosában, 5. kerület Petőfi Sándor utca 3, működő Korzó étterem már belsőség különlegességeivel reklámozza magát az újságban. Pacal, tüdő, veselő. Ezt se gondoltuk volna pár évtizedek korábban. 1961-ben Gagarin megkerüli egy űrkabinban a Földet, a Tolna megyei Néplap pedig közli a magyar konzervslágerlistát. A budapesti, a nagykörös és a kecskeméti konzervgyárban készülő 13 féle készételből 110 vagonnal kap a kereskedelem az év utolsó 3 hónapjában. Tapasztalat szerint a sertéspörköltet, valamint a belsőség ételeket, a szalontüdőt és a pacalt kedvelik leginkább a fogyasztók. 1963-ban, midőn a kádári hatalom általános közkegyelmet hirdet, Telsánszki Józsi Jenő a Monori erdői rétes csárdát jelöli meg a világ legjobb pacalpörköltjének lelőhelyeként. Az említett vendéglő ma is működik és szerepel étlapján a pacalpörkölt. 1965-ben a Petőfi Népe című lap kifogásolja a pacal szót, mert ódon elavult, kellemetlen mellékízű elnevezés. Némi iróniával a szaftos szeletkék kifejezést javasolja a tárcista, s már is ki az, aki nem kaccantja el magát, s nem jut eszébe üderét, hamvas bárány felhő. A Bács-Kiskun megyei napilap szerzőjének további gasztronyelvújítási ötletei is voltak, sültök helyett aranyálom, spenót helyett smaragd gyönyör, vagy sulekbab helyett köztes gyöngye. 1967-ben pedig már egyenesen ölni tudnánk a szaftos szeletkékért. Na jó, ölni azért nem, de rabolni igen. Egy 17 éves szakmunkás betört a sekrestjébe és ellopta a plébánia kasszáját. A pénzt egyébként főleg kedvenc ételére a pacalpörköltre költette, de 170 forintot azért a Szent Antal persejébe is dobott, mint vallotta, megbánása jeléül. Ugyanebben az évben, nyakunkon az új gazdasági mechanizmus, a Heves megyei népújság eldicsekszik, hogy a mezőgazdasági kiállítás és vásáron egy parádi szakács igazi gyöngyösi mátrai specialitással kényeztette a nagyérdemű rántott pacallal. 1968-ban a szovjet hadsereg és a Varsói Szerződés országainak csapatai, kivéve Romániát, lerohanják a reformútra lépett Csehszlovákiát, a magyar néphadsereg katonáinak, tehát bőven van lehetőség tanulmányozni a cseh pacalt, ami ugye egy átmeneti műfaj, nem pörkölt, hanem leves, de nem fehér, mint általában a pacalleves, hanem paprikás és köményes, mint egy pörkölt,
Ha nagyon le akarnánk egyszerűsíteni az ügyet, azt mondanánk, a csehek pacalevese úgy aránylik a magyar pacalpörkölthöz, mint a gulyásleves egy sűrű gulyáshoz, gulyásegytához, kicsit több a leve, más különbség nem nagyon vagyon. Zeg Zoltán 1970-es tárcájában pacsírta a fán, egy budapesti zenés éttermet rajzol, és közben nem felejti el megjegyezni, mit tesznek itt az emberek. Megmondhatom, mert azt is megfigyeltem. A legkelendőbb étel a pacalpörkölt és a kolozsvári töltött káposzta, de sokan kanalazzák, és persze bográcsból a gulyást is. 1976-ban a sajtó kérdésére a Jász Nagykun vendéglátóvállalat első mesterszagácsa, a Nemzeti Tallinn étterem konyhafőnöke Kun Sándorné kijelenti, hogy a szolnokiak kedvenc étele egyértelműen a pacal. Kádár 5 év alatt 8 milliárd dollár nyugati hitelt vett föl, telik hát zsíros falatokra. És hogy miként nézett ki 1980-ban egy rendes pécsi bányásznap? A Hungár Hotels minaret vendéglője erre a napra lampionokkal feltisztített tárna vendéglővé alakult, és a csapból is a méltán népszerű pacal és körömpörkölt ömlött, tudjuk meg a Dunántúli Napló cikkéből. Pont. És hát még sokáig folytatódik, de szerintem most itt abba hagyom, és szerintem most a Balázs is olvasson fel. Legyen az, hogy én felolvasom a leghosszabb versemet, ami eléggé ijesztően hangzik, és utána nagyon szépen köszönjük meg a közönség figyelmét, ember próbáló figyelmét, főleg, hogy szegények, ők már közben a leghosszabb versemen is átesnek addigra. Ez így jó? Legyen így? Igen. Hát ennek a versnek az a címe, hogy 6 sor, és sokkal hosszabb. Várj, erről beszélgessünk egy kicsit, mert én politikailag egy picit képzetlen vagyok. Tehát, hogy mit akar ez üzenni az olvasónak, hogy 6 sor, de közben hosszabb? Itt egy át... Lehet, hogy a vers témája 6 sor. Hát, ha szól egy 6 sor valamiről, nem? Csak hosszabban. 6 sor, mint ez nem... Hát ez olyan, sor, hogy te téma. Beszélsz a pacarról, és valójában meg kéne nézni, hogy milyen, mi az, meg kéne kóstolni. Na, én most beszélek 6 sorról, és most meg tudjuk kóstolni a te pacarodat, nem tudjuk megkóstolni. De várj, ez olyan, mint hogyha mondjuk én írnék egy novellát, aláírnám, hogy mit tudom én, szonett, és közben nem szonett lenne, hanem mondjuk novella. Az lenne a cím a novellának, hogy 2 oldal, és 26 oldal lenne, de valójában mondjuk arról szól, hogy nem tudom, Krúdi Gyulának elveszett 2 oldalas novellája, és üldözi a városban azt, aki értem. Ellopta a 2 oldalt. Ez nem tudom, az Eszterházinak a 100 oldal, vagy nem tudom mi volt, és akkor közben 200 oldal volt. Nem tudom olyan, mert nem olvastam. Tehát 6 sor. Mondta az úr, fogass be, és feküdj neki az útnak. Kocsi orrát keletnek igazítsad, lovat észel, nagy figyeléssel váltas, gyémánt vértócsát kikerülj. Mondta az úr, 7x7 boldog és hosszú vizeken kelj át. Szelt 66-ba mind a 33 néprajzi régiót, előre néz és ne így áll, ne figyelj a kerékcsapádban gyűlő vízre, a pompás fényseregére se figyelj, menj, menj az utak élén, mindig a pesti szentek előtt menj, ne borzasszon el az oxigénhiány se az elvesztett gyerekek tánca, ne figyelj a szőnyegelnökre, az asztalkapitányra, menj, menj csak erősen ott, hol tót érítene el, tó, amiben egykor emberek úsztak, menj csak ott is erősen, ahol kőkemény arcvonallal veled szemben a csillogó-villogó kőzet mókus áll fel. Juss a hágókig el, menj fel, a hágókon figyelj, hágókon túl keresd a várost, város fölött a hegyet, hegyen keresd a hegyi házat, hegyi házban a nappalit. A nappali főhelyén ott lesz az asztalon ott lesz a papíron lesz 6 sornyi bizonytalan vers, azt hozd el nekem onnan. Így is tett, és befogatott, és nekijerett az útnak. Mondott irányba, mondott súllyal, a megadott módon választott lóval és lovakkal ment nagyon figyelmesen. Ott volt a 7x7 boldog és hosszú víz, és amiben egykor emberek úsztak a tó, átkelt rajtuk, elment mellettük, pontosan ahogy az úr megmondta. És jött akkor számos váratlan állat.
augusztus végi vonulási nyugtalanságot tartó, a folklór számára érdekes madár és szajkó és holló, fajtaállatok átlag 46-50 mm-es látszócsontot a koponyára növesztve messze előre tartva jöttek onnan, ahonnan szoktak az üldözöttek. És őt elbűvölte az élet, és szinte megállt, hogy versbe verje magát, és mégsem állt meg, pedig hívta, ággal ölelte volna egy nagyon kedves círboja fenyves, de nem vette vállára fel a táj szépségét, mert amit meglátta a hágó élét, a hágó porát tisztelni kezdte pont úgy, ahogy azt mondták neki. A hágóra ment, figyelt, és meglett a város közepén a hegyen a hegyi ház, meglett a nappaliban az asztal, és a hadsornyi bizonytalan vers tényleg ott volt az asztalon. És visszaindult. Zsebében ott volt hadsor eredmény, az úr verse, de az ő sikere. És visszaindult, és nem sokára már alulról nézhetett fel a hegyre, és ment, a hágó figyelt, pont ahogyan azt mondták neki. Lent a síkon a lassú mozgások kezdték előtte szemléltetni a gyorsaságukat. Az alföld északi része lesüllyedt, folyók fejeződtek le, faunás-flórás sorcsere zajlott, délen háború gyulladt, kipusztult minden, amit ő népként ismert, de aztán jöttek földmérők, húzták át a folyón a madzagot, mértek, aztán meg új nép az jött, és amit tudott, azt átvett, folytatott, élt, szeretett, és elhitte, hogy ott otthona lehet, mert minden irányban népek voltak, és gyártották sorra a történelmeket. És ő is megállt, hogy lássa, milyen érzés szerelmesnek lenni régi mesékbe, madár általi fogantatásba, milyen kíváncsinak lenni a szabad szemmel látható folytatásra, és már-már dalokat költött, már dúdolt, már majdnem cinkosa lett az egyik gigászi históriának, amikor eszébe jutott, azért indult el erre az útra, hogy ezt a hadsornyi kurva verset leszállítsa az úrnak, azzal megérkezett. A pusztán a most folyó változások kijöntik a lusta ürgéket a földből. Gyémánt vértócsákba gyűjtik össze a puszta helyén egykor hullámzott tenger régi kalózainak hárfa illatú szívét. A hézagos alakúak most kiccelik fel az új világ habos felhős feszti körképeit. És tű, jaj uram, megint tű ficereg a vatták mélyén, és mindjárt beborul az ég. Mozzajlanak a leginkább dalba való dolgok, de íme én, jöttem, tettem, amit kellett, nekem ez a hadsor a legnagyobb költemény. Amit láttam, a parancsodra láttam, és amire emlékszem, azt, mint alattvalód, neked ajánlva megírom itt a várban. És akkor kézbe vette az úr azt a hadsort, és olvasta, falta, megrágta hadszor, majd azt mondta, jobbra emlékezett. És tart attól, hogy az úr nem érte meg, mert hát hiába van, hol biztosan a kezében az a hadsor, ha szaga van, és külön-külön és együtt is nyilvánvalóan bizonytalan, de aztán vállat vont az úr, és érte nyúlt, és visszakapta, elolvasta, és megint visszaadta akkor, és elolvasta újra, aztán körülbelül még ötször visszaadta hatszor. Ennyi volna. Köszönöm a türelmet. Köszönjük szépen.